A következő 10 évben is a Sulihoz Kft. Főzi az ebédet a bölcsödéseknek, óvodásoknak, iskolásoknak és a kollégistáknak. A városi közétkeztetésre kért közbeszerzési pályázatra 3 cég jelentkezett, de ebből csak egy felelt meg a követelményeknek. A pályázókat értesítettük, az eredményhirdetés megtörtént, a döntés a Jogi Ügyrendi Bizottság hatáskörébe tartozott, és ennek megfelelően az a döntés született, hogy 2 pályázót kizártunk, nem feleltek meg a feltételeknek és a jogszabályokban rögzített előírásoknak, és így valóban a jelenlegi szolgáltatóval, Sulihoztal kötünk szerződést, amennyiben nem támadják meg a kizárt pályázók. Erre a következő 10 napban van lehetősége a 2 elutasított pályázónak. A Sulihoz 2016. szeptemberétől írhatja alá az új szerződést, amely 7+3 évre szól. A cég 14 ezer adag ebédet főz naponta. Az Emberi Erőforrások Minisztérium által szeptemberben bevezetett közétkeztetési rendelet, mely jelentősen korlátozta az ételek fűszerezésének lehetőségét, a Kft.-t is változtatásra kényszerítette. Próbáltuk a lehetőségeken belül, amit a rendelet megad, a sót a maximumra vinni, fűszerekkel pótolni, olyan ételeket készíteni, amiben talán a sónak a hatása kevésbé érvényesül. A városi közétkeztetés évente 2,2 milliárd forintba kerül. Nem, 2,6 milliárdos éves forgalmunk van, hát ezt szeretnénk tartani, szeretnénk esetleg bővülni. Hát ez nyilván az ételek minőségével, a szolgáltatás bővítésével, egy honlap szerkesztés. Tehát egy-két olyan dolgot szeretnénk a jövőbe bevezetni, mivel nyitottabbá tennénk a Sulihoztot a szülők és azáltal a gyerekek felé. A 23 éves tapasztalata rendelkező Sulihoznál jelenleg 250-en dolgoznak, de ezen a létszámon szívesen bővítene a cégvezető. Elsősorban szakácsok és konyhai kisegítők munkájára lenne szükség, tette hozzá.